Szeretettel köszöntök mindenkit az Odaadó Program mozgással és egészséggel kapcsolatos videósorozatában. Csordás Novák Marci vagyok, és a mai alkalommal egy kellemes, átmozgató, otthon is végezhető tornagyakorlatsort hoztam. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy a gyakorlatokat úgy is olyan mennyiségben végezze, ahogy az éppen aktuális egészségi állapota azt megengedi, ahogy jól esnek a gyakorlatok, mindenféleképpen a jól eső érzés határain belül mozogjunk. Semmi másra nem lesz szükségünk, csak egy székre, úgyhogy kezdjük is el a tornát. Helyezkedjünk el kényelmesen a széken, két talpunk legyen a talajon, és a fejünk tetejére képzeljünk el 2-3-4 héliumos lufit, ami lazán, könnyedén meghúz minket fölfelé. Ha megy, akkor orron keresztül szívjuk be és fújjuk ki most a levegőt, de azért erőltetetnek semmiféleképpen ne érezzük. Szívjuk be a levegőt, hozzuk a két karunkat le, és kilégzéssel érintsük meg a térdünket. Belégzésre hozzuk a két kart oldalsó középtartásba, és kilégzéssel leengedjük. Következő belégzéssel hozzuk rézsút fölfelé a két kart, és engedjük. Le a karunkat, fújjuk ki a levegőt, és hozzuk magas tartásba, nyújtózzunk meg, jó mély levegőt szívjuk be, majd fújjuk ki. Kapaszkodjunk meg a térdünkben, és domborítsuk a hátunkat, és nyújtózzunk meg előre, nyissuk a mellkast. Domborítsuk a hátunkat, fújjuk ki a levegőt. Belégzésre nyit a mellkas, két karunkat hozhatjuk még hátra, és akár meg is érinthetjük a széknek a hátulsó részét. És mert még domborítunk, és nyit a mellkas. És még egy utolsó domborítunk, nyit a mellkas. Jó, és tegyük a tenyerünket a nyakunkhoz, akár mind a két kezünket is oda tehetjük. Itt a nyaki szakasznak a védelme miatt fontos. Nagyon jó gyakorlat, csak így biztonságosan tudjuk végezni, tehát támasszuk meg a nyakunkat, szánkat zárjuk össze, és a nyelvünket simítsuk föl a szájpadlásra, és így nézzünk föl a plafonra, és utána közelítsük az állunkat a kulcscsontunkhoz. És nézzünk fölfelé, és lebiccentjük az állunkat. Fölfelé nézünk, és lebiccentjük, és még egy utolsó fölfelé, le, és utána középen megtartjuk. Laza válkörrel engedjük hátra le a vállunkat, és fordítsuk oldalra a fejünket, és vissza középre. Mehet a másik oldal, és közép, fordít, és közép, másik oldal, középen megállítjuk, és billentjük a fejünket, közelítjük a fülünket a vállunkhoz, és közép, billent, és közép, mehet még egy-egy, közép, másik oldal, középen megtartjuk, és végigfigyelünk a nyújtózkodásra, hozzuk a két kart, érintsük meg a tarkunkat, ha ez nem esne jól a váll vagy a karok miatt, nyugodtan mehet vállérintés, jó? Ha megvan, mehet a tarkó, és a derekunkat érintjük meg. Jöhet a két kéz tarkóra vagy vállra, és derék. Tarkó, és derék, és tarkó, derék, és csak egyik kezünket hozzuk a tarkunkhoz, másikat oldalt akár csúsztathatjuk magát a széknek az oldalán is, vagy megtámaszkodunk, jó? Nyújtózunk fölfelé, és úgy hajlítjuk oldalra a gerincünket, és vissza közép, mehet a másik oldalra is. Hajlítunk, és közép. Egész nyugodtan csúsztassuk a kezünket a széknek az oldalán, de meg is támaszkodhatunk. Még egyet-egyet. Másik oldal, és közép, nyújtózzunk meg egyik karunkkal fölfelé, másikkal oldalra, képzük el, tényleg oda jól bele nyújtózzunk, fölfelé és oldalra is, és lazán csavarjuk hátra a gerincünket, és vissza közép. És fordítunk picit hátra, és közép, még kettőt. Végig tartsuk a nyújtózást, és egy utolsó, és mehet a kartartás csere. Közben nyugodtan lehet egy kicsit pihentetni, ha megvan, akkor megint nyújtózzunk oda jól, fölfelé és oldalra, és hátra fordítjuk nagyon jól, megnyújtjuk a gerincet, és picit belecsavarunk, csak addig, ameddig jól esik, jó mindenkitől, tényleg azt kérem. És vissza közép, és egy utolsó.
és leengedjük, és nyugodtan picit gördüljünk előre, lazítsunk, belégzéssel pedig egyenesítsük ki magunkat, nyújtozzunk meg fölfelé, és nyújtsuk előre ellentétes kezünket, lábunkat. Adhatunk neki egy kis tempót is. Először lábuj érinti a talajt, és váltsunk sarokra, hogy sarok érinti a talajt. Sarok, sarok. Ellentétes kar és láb dolgozik. Jó, és megállunk. Picit rázzuk le, lazítsuk le. Fölállunk a székről. Itt fontos lesz, hogy vissza is fogunk ülni rá, tehát nézzük meg, hogy nehogy kicsúszon alólunk, és biztonságos legyen a szék, amin tornázunk. Karunkkal adhatunk neki egy kis lendületet, és oda fölfelé nyújtózzunk meg. És vissza leülünk. És jövünk előre. És vissza leülünk. Most adhatunk lendületet a karokkal, ha nehezíteni szeretnénk, akkor pedig keresztbe tesszük a vállunkon a kezünket, és úgy egyenesedünk föl, és oda belenyújtózunk. Na még kettő, három. És jövünk előre, fölegyenesedünk. És az utolsó felállás után álló helyzetben maradunk, és nyugodtan egy picit nyújtózzunk meg, majd lazítsuk le kezünket, lábunkat, de a szék maradjon itt nekünk támasztéknak. Jó, oldalt állunk a széknek, megtámaszkodunk rajta álló helyzetben, és tartjuk a nyújtózkodást, azokat a héliumos lufikat folyamatosan oda képzeljük. Sarok lábúj érint a talajhoz, és utána megtartjuk, és körzünk a bokánkkal párat egyik irányba, és vissza a másik irányba is. Jó, lehet egy lábtartáscsere, sarok lábúj érint a talajhoz, utána megtartjuk, és körzünk a bokánkkal egyik irányba, és vissza a másik irányba. Jó? Egyik lábunkon megtartjuk a súlyunkat, nyugodtan támaszkodjunk, arra figyeljünk, hogy a csípünk ne billenjen nagyon ki, hanem tartjuk magunkat középen, és elképzelünk a másik lábunkra, amelyeket fölemeltük térben hajlítva, egy kis ceruzát, és azzal a ceruzával a földre rajzolunk picike köröket. Nagyon jól beolajozza ez a mozdulatsor a csípőizületet, és mehet a másik irányba. Oda a talajra elképzeljük, hogy ott van a ceruza a térdünkön, és a talajra rajzoljuk a köröket, és mehet másik láb. Megemeljük enyhén hajlítva a térdünket, nyújtózkodunk fölfelé, és rajzoljuk a köröket a talajra a térdünket. Pici körök, pici mozdulat. Jó, és megállunk, rázzuk le, lazítsuk le. Maradjon a szék még mindig támasztéknak. Székhez közelebb eső lábunkon tartsuk meg a súlyunkat, ez a súlyláb, enyhén hajlítsuk be, nyújtózzunk meg fölfelé, és másik lábunkat emeljük előre, és oldalra, és hátra is. És mehet előre, oldalra, és hátra. Nyugodtan érintsük a talajt egy-egy emelés után, haladóbbak pedig egész nyugodtan összeköthetik, és le sem téve a lábukat hozzák elől, oldalt és hátra. Mehet a másik láb is, a szék egész nyugodtan lehet magunk előtt, úgy támaszkodhatunk, én itt a felvétel kedvéért megcserélem. Jó, és mehet a másik láb, emeljük előre, oldalra és hátra, és mehet előre, oldalra, hátra, és elől, oldalt, hátul, és egy utolsó jöhet. Elől, oldalt, hátul, és letesszük, rázzuk le, lazítsuk le. Székre szükségünk lesz még egy gyakorlat erejéig, illetve két gyakorlat erejéig. Támaszkodunk majd a széken, és döntjük előre a törzsünket, miközben a lábunkat megemeljük. De előre szeretném mondani, hogy ha nagyon mélynek érezzük ezt a széket, akkor egész nyugodtan falnál is tudjuk ezt a gyakorlatot végezni. Jó, én most széken fogom bemutatni, egyik lábunkat hátra kitesszük és megemeljük, és döntjük előre a törzsünket, egész nyugodtan használjuk a karunkat is. És mehet a lábtartás csere. Jó, mellkas és a csípő végig a talaj felé néz. Nagyon jó kis egyensúly gyakorlat, és mehet. Dönt előre a törzs, emel a láb, és vissza. Haladóbb a kedvéért, vagy a későbbi gyakorlatok során egész nyugodtan összeköthetjük a karnak a megmozgatásával is.
Illetve úgy is, hogy nem teljes tenyerünkkel támaszkodunk a széken, hanem egy-egy ujjunkkal érintjük meg. Vissza közép, és na még egy utolsót. Jó, és megállunk, legyen támaszték mindenképp, megállunk tyúklépésben, csak megtartjuk. Jó, nyújtózkodunk fölfelé, lazán, rugalmasan, kényelmesen. Ha nagyon nehéznek érezzük a tyúklépést, akkor léphetünk távolabb a két lábunkkal egymástól, illetve ha szélesebb alapon állunk, akkor az egy kicsit még tud könnyíteni, és szép fokozatosan pedig elérhetjük ezt az állást is. Megtartjuk, hogyha nagyon merev és feszes az egész testünk akar ebben segíteni, akkor ez egy picit sok, akkor lépjünk távolabb. Érezzük, ahogy nyugodtan egy picit helyeződik át a testsúly talpunk különböző részeire, és finom mozgásokkal segít a testünk nekünk az egyensúlyozásban, ez lenne a célunk. Mehet egy lábtartáscsere, különbség lehet a két oldal között, szék legyen ott azért támasztéknak, megtartjuk és egyenletesen vesszük a levegőt. Sétálhatunk előre néhányat tyúklépésben, ha úgy érezzük kényelmesnek, biztonságosnak, egész nyugodtan sétáljunk a fal mellett, néhány lépés előre és hátra. Jó, és utána középre sétáljunk el, álljunk meg, picit rázzuk le kezünket, lábunkat, jó mély levegővel nyissuk a két kart oldalra, kis kényelmes terpezbe ki is léphetünk, és kilégzésre pedig domborítsunk egy kicsit, érítsünk meg a térdünket, belégzésre hozzuk a két kart oldalra, kilégzésre leengedjük, és egy utolsó belégzés, és onnan engedjük le a két kart, tartsuk meg a nyújtózást, és kedves egészségére mindenkinek a tornát!